Szóval az történt múlt héten, hogy megbeszéltük mi így hármasban, hogy csinálunk egy top 10-es listát azokról a játékosokról, akiket a legjobbnak gondolunk, és kihagyják az Európa bajnokságot. Szépen mindenki összeírogatta a neveket, erre jött Pete, itt ül mellettem, a balomon, és azt írta, hogy hát ő utána nézett, és már három éve történt egy ilyen műsor, és hát meg kellene változtatni a listát, és csak azokat a játékosokat kellene bevonni, akiknek a válogatottja kijutott az Európa bajnokságra. Úgyhogy gyakorlatilag kellett írni egy másik listát. Szinte mindenkinek, persze Pit kettőt is írt, mert miért is nem. <laughs> így, dologat. jöttünk, így jöttünk erre a mai felvételre, aztán majd meglátjuk, hogy akkor ki hogyan ért velünk egyet. Minden esetre azért ez tényleg annyira speciális lett így a végén, hogy teljesen indokolt megkérdeznem tőletek, hogy ti mi szerint választhatod? Végül is. Igen. Ugye, tehát a műsor címe az hivatalosan, hogy a tíz legjobb játékos, aki kihagyja az elbét. t Oké, okay, ja. csak azokkal a játékosokkal játszunk, akik egyébként kiuttattak a, a nemzeti válogatottjukkal. És akkor én azt néztem, hogy Persze, némelyik játékosnál fontos volt, hogy milyen szezonja volt, de hogy egyébként ő játékos kvalitás tekintve mennyire jó futbalista. Nálam ez volt inkább a fő, és a fő szabály. És mennyire számított, hogy milyen jó szezonja volt egy. Az, az, az volt a második, uh, szán, vagy az volt a második igazából így a, a rangsorban. Van, aki azért került fel, mert borzasztó jó szezonja volt. Na, hát én akkor egy picit még egyet csavartam a, a történetre, még hozzávettem azt is, és picit a rangsort azért ez befolyásolt hogy szerintem a Saját válogatottjából az adott játékos mennyire fog hiányozni ezen az Európa-bajnokságon, és épp ezért van, hogy egy talán kevésbé kiemelkedő képességű, de nagyon jó futbalista előrébb került a listán, mint egy olyan, akiről tudjuk, hogy a, az alapképessége azok kiemelkedőek, de hát mondjuk a válogatottjában mondjuk azon a poszton még van ugyanúgy négy kiemelkedő futbalista, tehát az ő hiányát annyira nem fogják megérezni. a listára? Nem Nem állítom, hogy nem fogok néhány helyen belekötni szokás szerint mindenkinek a listájába, de nálam ez a pici csavar még bejött, és én nem szerint próbáltam mérlegelni. De mondjuk a top 3 szerintem majd nem fogunk Plusz Na hát én akkor megcsavartam még annyival, hogy mivel hát ezt a tízes listát mondjuk 20-asra bővítve meg lehetett volna csinálni hat franciával, öt angollal, négy némettel, meg nem tudom mennyi maradt, mert nem vagyok matematikus, Spanyol igen, spanyolból igen. valamennyi. Szóval én egy olyan tízes listát raktam össze, amelyben minden nemzetből csak egy játékos szerepel, hm. és egyébként Végül is én amondó voltam, hogy inkább Pittel értettem egy egyet, tehát ezt én nem egy ilyen életmű kedvelem ezt a szövetséget. Hmm. Nem egy ilyen életmű vettem, tehát fontosabb volt az, hogy az utóbbi idényekben mit láttunk azoktól a játékosoktól. Na de még itt a kis varga betűkön Igen? átkígyózva egy beugrató kérdés. A magyar válogatottból nem raktunk fel senkit, viszont nektek hiányozni fog-e valaki? most pörgettem a fejemben a keretet, de úgy ugye elsőre nekem, szerintem nem. Nekem hiányzik, ne nem nem nekem, Mancs az alán hiányzik egyébként e, a válogatott e, Nekem meg lisztes. Lisztes? Én azt, azt vártam, hogy erre az ebére őt már fogom látni. Én, Az a baj, hogy neki a pályán kívüli dolgaival eléggé képben vagyok, és az alapján megértem, hogy miért nem került be a, a Ez vágyálom e, most. Tehát, hogy, hogy én arra gondoltam, hogy, hogy itt erre az Európa-bajnokságra már lesz egy olyan ifjú és feltörekő játékosunk, akinek tényleg úgy figyelhetjük akár a berobbanását. Hát akkor ez viszont, mert tényleg van Csuzalhán, és róla beszéltünk is, hogy ezért van egy jó esélye arra, hogy akár bekerül a végső keretben, és tényleg Belgiumban egy nagyon jó szezonja volt jó helyen is van jelenleg, még hogyha a másodosztályban is, és jó esély van előrelépni, de ezek szerint már Rossi ebben az esetben inkább a tapasztalatra számított még itt az Európa bajnokságon, ugye ott van a tartalékok között még mindig, de igen, hogyha lehet mondani valakit, akkor talán mégiscsak ugye van csozalán. Jó, hát akkor belevágunk ebbe a tízes listába, hogy kinek végül is hogy tisztázódott le a fejében ez, ez az egész katyvasz, amit itt felvezettünk. Úgyhogy el is kezdjük tehát a tizedik helyezettekkel, amit rögtön megnézhetünk. Hát itt érdekes nevek is felbukkannak. Dávidnál Iszkó, pete Manuel Locatelli, nálam pedig Matt O'Reilly. A meg kicsoda. Ki, ki <laughs> az, a Matt az Ki a, Ez ki, a legjobb játékos, hol, aki Hol nem el? És hány 1 egyes meccse van amúgy is? <laughs> Na hát ez az, mondjuk abból nem sok. Hát igen, ő egy ilyen ismeretlen világpolgár. Londonban született Matt Torayli, csak az édesanyja felmenői között hát dánok, és egy, amúgy norvégok is vannak, és végül is így kétszeres dán válogatott. Tavaly debütált novemberben egy ebbés elejtezőn, ami ugye ráadásul tétmérkőzés is. Hát a Celtic legjobb játékosa volt Matt Torayli, messze, magasan. 37 bajnokin volt, 18 gólja és 17 gólpassza. A ligában ő volt a legjobb előkészítő, gólövő listán második, úgyhogy nem csatár, hanem hát Igazán egyébként nehéz megfogni a posztját, és majd e, azt hiszem itt dől el, hogy, e, hogy top ligában hova kerül és hol fogják őt használni. A bajnokok ligájában kiosztott három gólpaszt, de két és fél helyzetet alakított ki meccsenként, e, és azért ez a BL-ben nem rossz. E, itt ugye Höjbier, illetve Nörgor játszik a belső középpályán, ahova odaférhetne, talán bármelyikük helyére, de Nörgornak lehetne termentesítő opciója építkezési fázisnál jól kezeli a letámadásokat, labda biztos, de akár Erikszent is valamennyire tudja termentesíteni. Még a Fulem utánpótlásából indult, angol harmadosztályban is megfordult, és a Dánoknak végül is nem kellett. Talán Jesper ők a legnagyobb kimaradók, bár Lindström pályafutása azért Nápolyban, ott elég komolyan Hát Orályival ellentétben neki tényleg egészen rossz szezonja volt. Itt a középpályán ezért itt elsősorban az alternatíváját látom benne. Ugye Nörgór ugye elsősorban a labdaszerzésben kiemelkedő, talán nem feltétlen az ő szerepkörére alkalmas. Ugye a Matthias Jensen lehet még említeni, hogy egyébként jó szezonja is volt a Brentfordban, és O'Reilly-nak a, a hiánya egyébként azért is érdekes, hogy mondjuk végignézzünk a, a Dán kereten, azért, úgy nem nem nagyon látunk ilyen nagyon feltörekvő éppen berobbanó csillagokat, hogy topzódának a keretben. Picit ez a kritika egyébként érte, és Kasper jól van ott, hogy nagyon ragaszkodik azokhoz a játékosokhoz, akik már beváltak nála, akik már hosszú ideje ott vannak a vállalatodban, Lász például -Bjerg, aki szintén azért alig játszott a Tatanemben, úgyhogy az ő kiadása ilyen szempontból érdekes, meg egy meglepő választás. De én örülök ennek. Iszkó. Iszkó, a hát gyerekek, hát Iszkonak óriási szezonja volt. Ő, tehát erről beszéltem, amikor azt mondtam, hogy van egy játékos, aki a szezonja miatt fog igazából hiányozni, mert most lett, most lett 32 éves ebben a szezonban, és nem azt mondom, hogy visszatér, hanem szerintem inkább megérkezett egyébként. De most láttuk igazán a legjobb, legjobb arcot, nem is akkor, amikor a, a Real igazolt. 29 tétmeccsen lépett pályára a La Ligába, 19 alkalommal választották a meccs legjobbjának. És itt a, a 29-ben van az utolsó mérkőzését a Lázpálma szellem a 36. fordulóban sérült meg. És azért érdekes, mert hogy ő utoljára 2019-ben volt válogatott, még, a, még akkor a 2020-as elejtezőre, amit 2021-ben rendeztek meg, ugye akkor került be a, a, a válogatottba. De most úgy tűnt, hogy a spanyol sérülések miatt is bőven lett volna lehetősége, hogy akár fix kezdő legyen a, a, a mostani Európa-bajnokságon a spanyol válogatottban. Hát a sérülés oda tett neki, és így nem adat nem adhat neki az a lehetőség, hogy akkor visszatérjen a legmagasabb szintre. Úgyhogy majd a Betisben nézzük a következő szezontól. Lokatellivel kapcsolatban egyébként szerintem ott mindenkinek volt a fejében, és őt a múlt heti Power Rankingünkben is megemlítettük, hogy az olaszoknál azért nagy hiányzó lehet végül nálam egyébként másik olasz került fel, de Pete feltette Locatellit. Nálam van rajta kívül is olasz játékos. A Locatelli eset az szerintem azért érdekes, mert hogy ő, ő játszott azért többször is, akkor is, amikor már Spalletti volt a szövetségi kapitánya az olasz csapatnak, és nem életes az anyját futotta a Juventusban, valószínűleg neki nem is ez a legjobb pozíció, áll most már hosszú ideje játszhatja, ez az egyedüli hatós, akinek szinte egyedül kell megoldani a támadás építéseket. Ezzel együtt az egész szériál mezőnyben a negyedik legtöbb progresszív passz az ő nevéhez fűződik, egy olyan Juventusban, amelyik azért hát nem feltétlenül a labda birtoklása és a kreatív támadó futballra épít. És ha végignézek egyébként az olasz kereten is, Lokatárinak az egyéni játékos minősége mellett, ugye én nem nem nagyon látom azt, hogy ezt a szerepkört még ki tudná hozni hogy ott van Krisztánte, aki valószínűleg erre van ott a keretben, hogy ha kell, akkor Zsorzsinyó tudja helyettesíteni, és akár mellette is tudjon játszani, hogyha arról van szó. De én Lokatelit viszont egy sokkal jobb futbolistának tartom, mint mondjuk Krisztántét, és főleg ebben a Zsorzsinyó szerepkörben, hogyha beletörténik valami, akkor ezt a kreatív passzjátékot az sokkal inkább szerintem ő fogja tudni átvenni ebből az olasz csapatból. És tényleg azért meglepő, hogy egyetlen még a keretben sincsen mert korábban az Epspáleti bőven számított rá, akár az utolsó se is, és nem csereként, hanem kezdőként lépett pára úgyhogy tényleg teljesen meglepő, hogy még a keretbe se tudott oda férni. Megyünk tovább a kilencedik helyezettekkel, ahol szintén azért még akár meglepőbb nevekkel is találkozunk, de van egyetértés, mégpedig pítés és Dávid esetében Julian Brandt a kilencedik, nálam pedig hát talán az egyetlen oda tehető portugál játékos, akit nem láthatunk majd az Európa bajnokságon, aki amúgy egy 2016-os Európa bajnok, de először kezdjünk Brántal. Most lehet, hogy Peter egyetértek, de egyébként Nagelsz is. Tehát, hogy én egyébként megértem, hogy miért maradt ki ebből a, ebből a keretből. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy milyen játékosok közül tud válogatni igazából a középpályára Julian Nagelsz van, akkor hiába tudom azt mondani, hogy brántnak elképesztő jó szezonja volt a Dortmundban, a bajnokságban is, a BL-ben is, és hogy mennyire kiemelkedő számokat hozott gólokban, gólpasszokban, hogy van 7 gólya, 11 gólpassz, a BL-ben 2 gól, 2 gólpassz. 5 éve nem volt ilyen jó előkészítő. Így van, utoljára a Leverkusenben volt ennyire jó, ennyire jó szezonja egyébként Julian Brandnak. De hogyha azt nézzük, hogy van a -e Muszi Állád, Vircet, Gündoganot, crossod, ha kell Havertzed, ha, ha, kell Fürihed, és bőven vannak olyan játékosok, akik megértem, hogy megelőzik, és lehet, lehet hogy jobban bele is illenek egyébként a Nagelszman féle játékba, és azt tegyük hozzá, hogy persze itt a számait azért a pontrogások nagyon megemelték Brandnak, de hogyha azt nézem, hogy milyen pontrugok vannak, akkor abban is szerintem Gündogan és Klósz is sokkal jobb pontrugás elvégző, mint Julian Brandt. Úgyhogy megértem, ugyanakkor meg ő egy nagyon-nagyon alul értékelt futballista szerintem mindenki szempontjából, és nagyon jó játékos, jó szezont is futott, de mondom, volt is megértem. Igen, csak hogy így ne még itt az előkészítési mutatóit, ugye az egész Bundesliga-ban a negyedik legmagasabb állató gólpassz mutatóval zárt ez a 9 és feles, és a negyedik legtöbb kulcspasztot osztott, osztottak ki 90 perces átlagban és amit Dávid mond, az viszont nagyon igaz. Hogy és ez pontrúgás végrehajtója volt a Dortmundnak, és a Dortmund szerezte a legtöbb volt például pontrúgásból az egész Bundesliga-ban. ők alakították ki a legmagasabb minőségű helyzeteket pontrúgásból az egész Bundesliga-ban, és ebben Brandtnak volt egy, egy tevékeny része. Viszont, hogyha megnézzük az egész profilját, akkor azért látjuk, hogy például progresszív passzokban abszolút nem volt kiemelkedő, 16 asan belül labdákban abszolút nem volt kiemelkedő, tehát a kreativitásának a java része az valóban a rögzített helyzetekhez köthető, és nem feltétlen a a mezőnybeli kreativitás segítette elő az ő jelenléte. Ettől függetlenül még lehetett volna egy fegyver a német válogatottban, egy nagyon fontos dolog miatt, hogy szerintem nagyon kevesen vannak, akik például átmenet szituációban támadó középpályásként annyira gyorsan és annyira jó döntéseket tudnak hozni, mint Julian Brandt. Viszont az is tény, hogy a német válogatott viszonylag kevésszer fog ilyen szituációba kerülni. Ők folyamatosan, szinte az egész Európa-bajnokságon, amíg versenyben vannak, felállt védelmekkel fognak találkozni és szerintem ebben lehet, hogy hiányzott volna Brandt a, a német válogatott keretéből, egy még nem hangzott el egyébként ugye Pascal Gross, hmm. aki meg az egyik hát, leguniverzálisabb játékos, így 32 éves korára a, a német keretben. Nem került volna, mert nekem van német játékosom magasabban a listán. Én ugye Gross a legutóbbi uh, felkészülési meccsen a német válogatottnak Gross helyettesítette, tehát ő lépegetett vissza a védelembe, de hát ő simán el tud játszani. Tízest is neki is a pontrugás egyébként kiemelkedik, úgyhogy Branta-nak ez a szerencsétlensége, hogy hiába volt egy nagyon jó anyja a Dortmundban egyénileg is, a német válogatott tele van olyan játékosokkal, akik azon a posztok, azokon a posztokon, azokban a szerepkörökben egyébként bevethetőek is nagyon jók. Én nekem pedig Gvereiro van a kilencedik helyen. Talán a legközelebb van ahhoz, hogy itt életmű díjról beszéljünk, mint felkerülő. 65-szörös válogatottként is, ahogy említettem, ugye 2016-os Európa bajnokként. Bokasérülése van, de korábban azért, hogy itt a combhajlítójával küzdött. Hosszabb időszakokra, hetekre, hónapokra kiesett, úgyhogy összességében itt 1200 játékpercet sem ért el a Bundesliga-ban, és az alatt szerzett három gólt. Hát ezt azért tudjuk, hogy a Bundesliga-ban meglehetősen gólerős és jó előkészítő, és ráadásul ugye nem csak a védelem bal oldalán tud ő játszani, hanem adott esetben egy sorral feljebb is tolható. 30 éves, szóval könnyen lehet, hogy akár itt az utolsó torna lehetősége ez és én arra gondoltam, hogy itt Portugália labdabirtoklásra épülő játékában, itt mondjuk a védelmi sebezhetősége nem annyira derül neki. João Cancelo játszhat majd ott, nyilván ezt megoldhatja, hogyha Diogo Daló pedig a jobb oldalon lesz. Nuno Mendesnél, aki azért játszott most itt a válogatodban, hát lehet, hogy jobb opció lenne. Igen, csak picit más uh, ugye a szerepkör is. Nálam azért nem merült fel a Felger mert ugye nálam volt ez a szempont, hogy mennyire fogja hiányolni Igen. az adott csapat az ő ellétét. Én a portugáloknál ezt nem érzem, hogy egyrészt Zsao Cancelo tud hátvédet játszani, akkor tud jobb hátvédet játszani diogódáló akinek ahhoz képest, hogy a Manchester Unitednek mennyire rossz hazanya volt, ő kifejezetten jól teljesített szinte végig, a Premier League-ben is az egyik legjobb jobb hátvéd teljesítményt nyújtotta. És én Nuno Mendes pedig, amikor játszik, akkor nagyon sokszor ő például, ahogy egyébként a Paris saint germainben is hiába a kiemelkedő sebességű, szinte a harmadik belső védőt játszik labdabirtoklásban. Ez ugye elsősorban akkor jellemző, amikor Rafael Leo játszik a bal oldalon, és ő van kint a szélen. Ez nem feltétlenül Rafael Gereirónak a szerepköre szerintem, hogyha bal játszik, akkor inkább a szélességet tudja adni, vagy éppen a középpályát tud behúzód, mint azt nagyon sokszor láttuk már a pályafutás során. Én ezért nem gondolkodtam igazából benne, mint nagyon nagy hiányzó. Na mit gondoltunk a nyolcadik helyezettekről? Mert hogy hát itt azért változatosabb nevek jönnek majd. Rashford Dávidnál, pete Pedro Porro, és nálam pedig Sam Botman, Tehát egy angol, egy spanyol, illetve egy holland lemaradó. Kezdjük Rashforddal? Kezdjük Rashforddal, mert Rashforddal nyilván szerintem mindenki gondolkodott rajta. Nálam... Az utolsó pillanatban került le végül. Nálam, nálam Rashford az életműdíjas, hogyha mm. ezt nézzük, hogy itt egyrészt ugye a három évvel ezelőtti Európa bajnokságon is ott volt, remek szezonja volt az előző, nem a mostani, hanem a 2022-23-as, de ez, hogy Rashford nincs ott, ez most nálam Tulajdonképpen papírforma volt, és örülök neki, hogy végül is Southgate meghúzta. Igen, nálam az életműdíj, és én is egyetértek, Szaúzgép, hogy nem, nem, nem olyan rossz szezonja volt, hogy egyáltalán nem, nem is lett volna érdemes kivinni itt a, az Európa-bajnokságra. Miről, miről emlékezetes ez a szezonja Rashfordnak? Egyrészt hogy Gárnászra a saját pozíciójában, másrészt meg inkább az, hogy minden egyes Rugott gólra jutott három ajtóablak zitszer kihagyása gyakorlatilag. És ezek közül a gólok közéig lehet szerintem összeállítani jókat is, mert voltak nagy góljai ebben a szezonban. Dávidnak a hashtag erre a g. Igen, hashtag erre a g. Abszolv, abszolv, abszolv. Amikor a Manchester City ellen hashtag. -A így van, így van. Tehát hashtag erre a g. Ugyanakkor meg, ha azt kik vannak bal oldalon. Ugye Grisnek pont a nem a most befejező, hanem az előző szezon sokkal jobb volt, mint a mostani, de szerintem előré van. És Anthony Gordon pedig, egy, pedig sokkal inkább berobbant ebben a, ebben a szezonban mind a ketten azt mondom, hogy sokkal jobbak, mint a Rashford, és a játékstílus tekintve le is fedik igazából Rashfordnak az erényeit, úgyhogy én ilyen szempontból megértem a southgate a döntését. Hát a Konoi a miért került ki Rashford végül az utolsó pillanatban? Én nagyjából meggyőztem magam azokról a dolgokról, amiket Dávid is elmondott. Nálam, egy dolog miatt volt, hogy mi végig gondolkodtam rajta, hogy mennyire fog hiányozni az angol válogatott keretéből. Visszagondolunk például az előző világbajnokságról, ott ugye Resfordot folyamatosan cseleként dobálgatta be Szávzgét, és ott mindig nagyon sokat tudott hozzátenni, és elképesztő jó ezekben az átmenet szituációkban, amikor rá kell zuhanni az ellenfél, és amikor az angol válogatott megszerzi a vezetést, akkor egy elképesztően jó fegyver lehet. Csak hát közben ott van valóban Anthony Gordon is, akinek meg hasonló szerepkörben egészen kiemelkedő szezonja volt a, a és nagyjából azt a skillsetet, amit Marcus Rashford ez az angol válogatotthoz hozzá tud adni, azt Anthony Gordon azt szintén tudja biztosítani. Ugye ott van Migril is, akinek hát szerintem még mindig rosszabb szezonja volt, mint Rashfordnak. Egyrészt folyamatosan sérült volt, hogyha egészséges volt a szezon végén, igazából már Guardiola sem rakta be a csapatba, viszont még pont az a játékos, akit felállt védelme kell, hogyha baj van, akkor őt beküldi, ezt magára húzza az ellenfél védelmét, területeket nyit máshol, szóval őt szerintem előrébb lehet helyezni pontosan emiatt, és nem feltétlenül a szezonban nyújtott teljesítménye miatt, és úgyhogy emiatt döntöttem úgy végül az utolsó pillanat, hogy még talán mégsem fog annyira hiányozni a profilja miatt ebből az angol válogatottból, és itt a szezonját azt ilyen szempontból félre is tenném. Nálam pedig egy holland védő, itt a nyolcadik, és itt a hollandok között hát elég komolyan tépelődtem, hogy kit tegyek a listára, és aki végül lemarat, ő vele majd hát kapcsolatba kerülünk itt az adás során, de végül is én Botman mellett döntöttem, aki még márciusban sérült meg súlyosan, amikor elszakadt a kereszt -e a Manchester City elleni FA Kupa meccsen, és hát az az igazán érdekes vele kapcsolatban, hogy a holland válogatottat kiemelkedő csapatok közé, csak ami a tehetjük be, mert milyen védői vannak szerintem. És, a középpályás sorok is. E, 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 igen, igen, de hát azért itt a védelemben, hát... Delicht van Dijk, aki játszott legutóbb, például ugye válogatott mérkőzésen, aki helyére egyébként pályázna ő is, meg van Defen is. De egyébként blind is. És blind is, igen. ez mondjuk ez érdekes. Botman mondjuk egy fizikálisabb van Defen, sincs ezzel olyan nagy gondja, ő ráadásul még azért hozza a sebességet is. De Botmannak az előző és az első, ugye az első Newcastle-i szezonja serrel, az nagyon-nagyon jól nézett ki. Ez a második, amikor játszott ez meg már azért nem, mert amikor megsérült először augusztusban és visszatérde decemberre, decemberre a Newcastle elkészült az erejével, és ott azért már a védelem sem nagyon tudott ezen kozmetikázni, és aztán utána meg ugye kiesett Póp is. Ettől függetlenül Botman, aki egyébként még nem volt holland válogatott, nálam azért hiányozni fog. Nálam azért nem került fel, hogy elvegyen az a szempontrendszer, mennyire fog hiányozni a saját csapatától, képességeit képességeitől. Függetlenül, hogy Áki alapkezdő, baloldali belső védő poszton akár négy, akár pedig három belső védővel játszik a holland válogatott, és hát tényleg ott van egy fandafén, aki egy, egy cheat code. A Premier League-nek a leggyorsabb játékos, uh -huh. nem tudom, még akár arra a jelenetre, amikor a, a Bundesliga-ban egy ilyen kapus felment. Ezt most nagyon fejelnék, igen. És saját uh, 16-osán belőle visszaért úgy, hogy üres felment kapura. a szöglet, a és üres kapunál mentett, és olyan, mintha egy ilyen gyorsított felvételt néznél. És általában már ez rengetegszer előfordult, hogy nagyon magasan voltak, két védő volt gyakorlatilag hátul, és ezeket a mögéjük belőtt labdák, ott a, fén a világ legkönnyebb dolgának tűnő módon semlegesítette. Tehát a nem játéka nélkül, és láttuk, amikor például sérült volt egyszerűen összeomlott védekezés szintjén, és hogyha valakit szeretnék bedobni mondjuk ebbe a holland válogatottba, akkor Van de gond nélkül szerintem beraknám, hogyha aki valamiért nem bevethető. Botman ilyen szempontból azért nem egy nagyon jó játékos, picit más típusú, hogy nem a sebességéből, hanem a helyezkedéséből, feljátékából, passzjátékából. A Van der viszont pont amiatt az unikalitása miatt, a sebessége miatt viszont szerintem egy nagyon jó pót lássa lesz a holland válogatott keretben. Hát itt akikkel még számolhattunk, mint kimaradók, de Ron, aki végül is sérülés miatt maradt ki, Timber, Bizony. aki alig-alig játszott, Mácen, aki végül is kikerült, és még valaki, akit meg majd e, valamelyikünk hozni fog uh -huh. még, hát magamat ugye hát. ezzel kilőttem. Oké. Okay. Hetedik helyezett. Várja, várja, Pedro Porróról még nem volt Bocsánat, Csak. Pedro Poró. Pedro Poró. Na igen, ez a mennyire fog hiányozni az adott csapatából, szerintem Mennyi. a spanyol válogatottban egy egészen más profil tudna bevinni, mint ami jelenleg a jobb hátvét poszton rendelkezésre áll. Egyrészt Pedro Pornak nagyon jó szezonja volt, tehát hogyha a Premier League mondjuk a három legjobb jobb hátvét teljesít, mint kellene felsorolni, akkor azt mondom, hogy ugye Ben White, beszéltünk már a egyik előző top 10 akkor ott van Diogo és Pedro Porró, és ugye Alexander lehet, lehetne még mondani, de ő sokat hagyott ki sérülés miatt, és Pedro Pornak volt egy olyan szezonja, hogy egy gól, két gól, bocsánat, és nyolc gól pass mellé ami ez egy jobb hátvédtől abszolút nem rossz, és jelenleg a spanyol válogatott keretében milyen típusú jobb hátvédek vannak. Ott van Kárváhál, aki inkább konzervatívabb lesz, mint mondjuk a Real Madridban szokott, tehát soha mélyebben fog védekezni, főleg Lami má miatt. Ott van Jesus Navas, aki közelebb van most már a 40-hez, mint a 30-hoz, és picit hasonló is lesz a szerepe mondjuk, mint Kárváhálnak. És ugye láttuk például a legutóbbi felkészülési mérkőzésen, hogy Márkosz Llorente játszott jobb hátvédet, ami előfordult már korábban Luis Enrique alatt is. De Pedro Póró viszont az, aki nagyon sokat rakott hozzá a hozzájáték az olyan szinten, hogy ő nagyon sokat elkezdett bemozogni a pálya közepére a teremben, akár a magasan a támadó harmadon a belső területeket tudta támadni, és nem csak az volt, mint a Sporting Sportingban jobboldali szánvédőként elszalad, aztán berakja a labdát középre, hanem kifejezetten kreatív, passzjátéka alakított ki helyzeteket, és szerintem most spanyol válogatottnak, mert ők is akár csak a németek, főleg olyan csapatokkal fognak játszani, milyen fognak ellenük védekezni, ez egy plusz fegyver lett volna, hogy még egy játékos, aki meg tudja bontani az ellenfeleknek a védekezését, szerintem ez egy kiajott zicser, hogy ő végül nem került be a keretbe, bár nyilván alapember nem lett volna így sem. Igen, szerintem azzal egyet tudok érteni, amit Pete mond, és tényleg hiányozhat, főleg úgy, hogy azért Navas már a Szeviában sem az első számú jobb hátvéd volt ebben a, ebben a szezonban, azért Humano nagyon sokszor megelőzte ezen a, ezen a poszton. Navasnak szerintem van egy valami, ami miatt több bekerült, a beadások. Hogyha nem sikerül sehogy sem feltörni ezt a, szóval a, a, az ellenfél védekezését, akkor majd Navas lesz az, illetve Navas mellett szólhat még a, a kor tapasztalat, és, és igazából ez, hogy kell valami, valami, valami nagyon fontos tapasztalt játékos az öltözőben, aki rendet és egységet tud igazából kovácsolni, de mint Pedro a játékos, szerintem borzasztóan fog kiemzni. Szerintem voltak nála jobb futballisták, azért nem került fel az én listámra. Akkor most mehetünk tovább yes. a yes. hetedik helyezettekkel, ahol nekem például a személyes kedvencemet uh, találjátok. Hipsterkedünk. És ott van Zirgzé, ugye, akit uh, már emlegettem, nem olyan régen, Dávidnál pedig Végül is a bajnokok ligája a győzelemről lemaradó Száncsó, aki nem tud úgy bekopogtatni a Manchesteri öltözőbe, a Erik. Itt egy trófea. <laughs> igen. Kezdjük Száncsóval. Azt... Hát igen, tehát hogy beszéltünk arról, hogy Resford esetében én megértem, hogy hogy nem került be a keretbe. Sancho esetében nem biztos, hogy értem southgate a, a döntését. Az nem helyére tennéd be? Az nem kérdés, hogy Saka az első számú jobb oldali szélső az angol válogatottban, és Bowen mellett szólhat az az érv, hogy más típusú futbalista, mint mondjuk Saka, és lehet, hogy emiatt egyébként kell majd a egy játékos, mint Saka és Sancho. abszolút, abszolút, ezt le lehet, lehet így mellé tenni, meg azt is lehet mondani, hogy tehát Palmernek is mindenképpen lehet valahol helyet biztosítani. Mégis azt gondolom, hogy Sancho ugye bal és jobb oldalon is tud játszani egyszerre, tehát ugye funkcionálását tekintve jobb lenne ilyen szempontból, hogyha hozzá kell jönni a csapathoz, akkor bele lehet tenni akár, akár bal, akár jobb oldalra. Mi van, hogyha mondjuk megsérül valamelyik bal játékos, akkor is tök jó lenne igazából tartalék rotációs embernek. Én szerintem érdemes lett volna őt egyébként kivinni, és főleg azért, mert hogy a Dortmund tényleg parádés szezonja volt, visszajött igazából a, a, az életbe, és uh, szerintem nem, nagyon kevés, nagyon keveset néznek szerintem Angliában egyébként Bundesliga mérkőzéseket, és szerintem nem ez mert a baj, hogy... Nem mindegy. Ez <laughs> szóval, a Bundesliga ugye, történetének persze, legjobb angol. Na, jó, jó, de, a, lény a lényeg az, hogy szerintem ha mondjuk egy Premier csapatban tudtam volna ugyanezt a teljesítményt lehozni, akkor most ott tenne a válogatott keretben, erre akartam utalni. Ezzel azért vitatkoznék, mert ugye korábban is Jadon Sancho ott is volt és nek a keretében, abszolút nem volt meghatározó játékos. Tehát nem. és főleg így, hogy azokon a posztokon, ahol egyébként Jadon Sancho tud játszani és jó teljesítményt tud nyújtani, volt egy csomó olyan egyéni teljesítmény, azok azoktól, akik már korábban is ugye, nál abszolút alapembernek és kerettagnak számítottak, gyakorlatilag bármilyen körülmények között, és öttek úgy berobbanó játékosok, és akiket egyszerűen nem lehetett kihagyni, és szerintem lesz olyan kimaradó a végső angol keretből, hogy amire ezt nézitek addig, már valószínűleg megvesznek a, a végleges keretek is. Például az az Eberecsi Eze, aki megint csak egy hasonló típusú játékos, valószínűleg nem fog beférni az angol válogat keretébe, pedig egy elképesztően jó, főleg elképesztően jó tavasza volt, ami ugyanúgy elmondható Száncsóról is, de szerintem az ő profiljára, jelen pillanatban vannak jobb választások is, pláne az, hogy Száncsónak szerintem nagyon kell, hogy legyen támogató játéka. Legyenek olyan játékosok, akik elmozgásokkal segítik az ő munkáját, és hogyha a bal rakjuk be, ott például Walkernek sem feltétlenül ez lesz a szerepköre. A baloldali ilyen szempontból már érdekesebb, mert ott valószínűleg majd a bal hátvédnek kell biztosítani a szélességet, hát csak olyan bal hátvédnek, akiknek meg nem ez az elsődleges szerepkör, és nem ebben elsődlegesen jó, hogy a luxónak a hiányzása lehet majd uh -huh. ilyen szempontból érdekes, hogy ő végül bekerül-e. Szóval ezért nem hiányol igazából az angol <coughs> Csodálatos ember, Pete, hogy bedobta azt az eberecsi jelzét, akire én rá tudok kötni a hetedik helyezettemmel. Ezt aki... úgy hívják, hogy profi ah Ezt így. úgy, ezt Igen. úgy. Ezt már csináljuk egy pár hát, éve. És ugyan... a kémia. Igen. Hmm. Hmm. Olisé nálam a hetedik helyezett, akiről ugye már említettem, hogy személyes kedvencem itt ezen a listán, aki ugye francia 21-es válogatott volt, viszont a felnőttben még nem mutatkozott be. És önála is érdekes lehet azért ez a származás kérdés, hogy hogy ez mikor történik meg, és melyik válogatottban, mert hogy ugye Londonban született, és a Chelsea és a Manchester City utánpótlásában is volt, édesapja nigériai, édesanyja meg francia-algériai származású. Ezt szívesen látjuk a magyar válogatottban. Természetesen. Arról van szó, tehát nyitott kapukat döngett. Misi, gyere Misi, abszolút. ugye ő neki ez az 1275 játékperc az, ami, hát meg az a francia válogatott, ami bomba erős ami tulajdonképpen egy ilyen vágyálom részemről, hogy én őt ott lássam, de, de ezt az 1275 játékpercet hogyan töltötte meg? 10 gólal, 6 gólpasszal, ez durván. 90 perces átlag az, 80 nevekséges. percenként gólban volt benne a Premier League-ben, és sé sérüléséből felépülve az utolsó egy hónapban volt 4 gólya és 3 gólpasszal a Crystal palace -ban. Csak ugye itt volt, sérülésből felépülve. És ezt hányszor kellett nála elmondani ebben a szezonban? Könnyen lehet, hogy Olisze pályafutása azért nem kerekedhet ki igazán jól, mert hogy túl sok a sérülés. hajlító, ráadásul Makacs, novemberben tudott csak debütálni, kihagyta a januárt, február elejétől hiányzott még két és fél hónapig, de nekem, ami miatt fel kellett tennem, hogy minden egyes tőle annyira könnyed, annyira magától értetődő, és annyira ritkák ezek a játékosok a futballpályákon, hogy én őt nagyon szerettem volna látni az ebén. Kolombuáni játszott egyébként mostanság azért ott a jobb szérről indulva, és ezért ő elég rossz formában fejezte be a szezont ahhoz, hogy mondjuk hogy én ott még lássam Oliszének a helyét de hát nem fogom. Ettől függetlenül, na itt van az, hogy a franciák közül fel lehetett volna tenni Unkut, Musza Diabit, Kamerát, Lukebát, de Hernández, aki Peszt. ugye kikerült. Lukasz Én rajta gondolkoztam egyébként, és igen. igen. Brutális. Ugye Lukasz Hernández is az az érdekes, hogy bal hátét is van egy egészen erős alternatív, a közép hátét pozícióra, ne is beszélünk tényleg. sok alternatíva a van, igen. A francia válogatottnál Olizé, ugye érdekes, tehát ő lesz kint nagy tornán ezen a nyáron, tehát a francia olimpiai keretbe bekerült, és hát ez az olimpiai keret is úgy néz ki, hogy az Európa bajnokságon is egészen jó esélye tudnának indulni, még hogyha Henry Ariel is, is írta magát, hogy utoljára még a iskolás korában kapott annyi visszautasítást, mint most a kluboktól, amikor be akarta hívni a játékosaikat a, az olimpiára. Igen, Olisszé szerintem a tavaszi teljesen... Madrid már elég hamar kikötötte, <laughs> igen, hogy igen, igen. mit kéne és kivel nem kéne semmit igen. kezdeni nyáron. Igen, igen és, bár nagyon ment volna. És egyébként teljesen jogos, mert ez nem normális, hogy egy játék két nagy tornán is, is, részt vegyen, mert az egy hihetetlen nagy terhe, és gyakorlatilag tönkre vágja a játékosnak a következő szonyát jó esélye. Jól visszatérve a tavasz alapján, az egyéni teljesítmény alapján abszolút odaférhetett volna a keretbe is. Picit itt ugye annak a konzervatív válogatási elvei azok szintén szerintem elég erősen szerepet játszanak, meg hogy van egy beton biztos kezdő játékos a jobb oldalra, ugye Usman Dembélé személyében. De hogyha mondjuk Olizé tudna nyomni egy olyan szezont a következő idényben, teljesen végigjátszott szezon, mint a mostani, akkor szerintem előbb-utóbb elkerülhetetlen lesz, hogy ott legyen a francia válogatottban. Most még szerintem ebből a csapatból annyira nem hiányzik. Hát az a játékos lehet, akire csapatstratégiát, vagy akár az ellenfeleknek védekezést lehet összehangolni, mint akár bukajó szekára. Zirgzé. Zirgzi, na ő került be állam az utolsó pillanatban Resford helyére, és azért feledkeztem meg róla hogy ugye még nem volt holland felnőtt válogatott, ugye az 21-es csapatban játszott, és ugye nem is nálam is kérdés, hogy felnőtt válogatottként hol tudna bemutatkozni, de hát eléggé egyértelmű tűnik jelenleg, hogy a holland válogatott hozzá a legközelebb, és neki is ugye sérülések azért bejöttek itt tavasszal, neki is combhajlító sérülése volt, sok kétszer is, szezon végét is, és ki kellett hagynia, és hát megint csak bejön az, hogy játékos mennyire hiányzik az adott csapatból. Hogy a holland válogatottnál hol van a legnagyobb kérdőjel? Támadó sorban ki lesz például a csatár, aki ott van Memphis Depay, aki hogyha egészséges volt, akkor ő játszhat az Atletico van ott van Békhorst, aki így mezőnyben elképesztően sokat mellózó játékos, be lehet tenni középre akár Korihák is, még hogyha nem is az a legerősebb pozíciója, ott van Brobby, aki ebben a Rissrosz Ajaxban azért egy egészen jó szezont futott, de hát hogyha mindegyik őket megnézem, akkor kinek volt mondjuk a legjobb idénye, Hát egyértelműen Szének a bolanyában, és neki a képesség azok, amik szerintem nagyon jól ebbe a holland válogatottba, az, hogy ő nem csak gólokat tud szerezni, mert azt is megtanult már erre a szezonra. Azért Hálam, ez ez, keresztül a jutunk szerintem el Kúman. Igen, alkalmasságáig Én. vagy alkalmatlanságáig. és tényleg bejönnek az, hogy tavasszal nagyon sokat volt sérült, ugye most is ugye nem tudni pontosan milyen állapotban van, de szerintem ő az, aki képességekre az, hogy vissza is tud lépni a középpályára, az összetékben nagyon szépen tud részt venni, akár mondjuk Gákpóéknak területet tudna nyitni, Simonsz nagyon jól tudna kombinálni szerintem ebben a csapatban, ő szerintem lehetne akár egy első számú opciós jelenleg ebben a holland válogatottban center pozíció, és nálam ugye ezért került fel végül a káres volt helyére. Hát zírzé hiánya azért Hollandiában, ahol hát legendásan nagyon szeretik azt, hogy azért a játék az ne csak eredményes legyen, hanem főleg szép is, hát könnyen lehet, hogy zirzét nagyon fogják hiányolni. Na, akkor kit hiányolunk a hatodik helyezetjeinkben az Európa bajnokságról. Én például Dominik Szalankit nagyon, egy angol kimaradó, ahol hát azért szintén lehetett nagyon bőven nevekből mazsalázni. de a felcsúdba egyébként? Csak kérdezem Szalánki, a, a felcsúdba beférne? Mert ugye kerkez nem biztos, csak hogy Szalánki. Azért kérdezem. Igen? Igen. Tonáli, <laughs> <laughs> és Pitner pedig Pau Torres. Mm. Akkor Pau Azt szerintem egy viszonylag egyszerű történet. Én azt gondolom, hogy Pau ebben a spanyol válogatottban a kezdő is lehetne. Jelenleg úgy, Pont. <laughs> tehát jelenleg úgy nézünk ki, hogy hogy összeállt egy ilyen Laport, Lenormand kettős, mint első számú opciók a spanyol válogatottnál, hát legalábbis az utóbbi időszakban ezt a páros favorizálta De La Fuentes elsősorban is. Ez nagyjából érthető is, és az korábban látványosan nem működött, amikor például Luis Enrique egyszerre próbálta a pályára küldeni Laportot és Pau Torres, hogy ez a két ballábos belső védő, az ugye mindig érdekes, hogy nem nagyon szoktak működni, ráadásul a két játékos nem csak, hogy ugyanúgy ballábasak, de profilra is nagyon hasonlók. Tehát a fizikai párharcokban szerintem egyikük sem túlságosan erős, sebességük sem kiemelkedő, viszont lápot ezt a szezont a miértán híres szaudi bajnokságban tolta le Autoresznek, pedig volt egy <coughs> egészen kiemelkedő szezonja egy olyan asztalombillában, ami egyrészt végül bajnokok ligájába jutott. Másrészt egy olyan rendszerben játszott, amiben belső védőként szerintem elképesztő nehéz szerepelni. Tehát ez az elképesztően magasra feltolt védelmi vonal az egy olyan magas szintű intelligenciát és csapatmunkát igényel az ott jelenlévő játékosoktól, hogy ezt főleg egy olyan spanyol válogatottnál, amelyik szintén... Valahol szegény... erre a mondatra felső, mm. egy Tyron Minx. <laughs> Igen, <szegény. gül> uh, Hát őt nem hiányoljuk most az angol mm. válogatottból, de hogy a spanyol válogatottban, amelyik ugye szintén nagyon magas védelmi és agresszív letámadással fog játszani, Pau Torres szerintem abszolút egy jó választás lett volna ebbe a baloldali belső védő pozícióra, de oké. Okay. Fogadjuk el, hogy leport, de lafontesnél le első számú opció, de hogy még alternatívaként sincs ott a keretben, az számomra egészen döbbenetes. Pauku Barszival tudom ezt magyarázni igazán. Igen, és ő tud jobb oldali belső védőt játszani, baloldali belső védőt játszani, csak megint csak érdekes, hogy egy Angliában a Premier League-ben kiemelkedő szezont futó, már egészen rutinos védő helyett egy fél szezonban nagyon fiatalon kiemelkedően teljesítményt de még mindig nagyon rutintalan játékos, inkább élvezette elsőbséget. Ugye ez a megfordított, nem tudom, de tehát ez a nem konzervatív választással keretnek. Más, más egyébként, tehát Kubarci más, másképpen tud egyébként ugyanebben a pozícióban játszani, és Laport meg szerintem, bár nem sok szaudi mérkőzését láttam ebben a szezonban, de egyébként volt, amit láttam, de hogy, hogy szerintem még mindig egy jobb, jobb, jobb futballista, mint Pau Hát azért szépen összeállítottunk egy ilyen alternatív spanyol ne, vállalatot védelmet, azért itt, és esetleg még úgy ezt is be lehet tenni. Dávidra térjünk rá, Tonáli. Hát kimaradt srácok, képzeljétek el, de hogy ugye nem, azért, nem azért maradt ki, mert hogy ősz nem került volna be valószínűleg itt a, a, az olasz középpályára, hanem még tart az eltiltásra itt ugye a, a, fogadási ügyletei ö, miatt. Én azt gondolom, hogy Spalletti biztos, behívta volna, és itt a Krisztán, te, amit emlegetett Pete, szerintem ő lett volna ennek a, az áldozata valószínűleg, és azért is furcsa, mert hogy ugye bekerült. Az olasz szállagatot kellett, őnek a... a, a, a... Úgyhogy, Ugye sem. Igen, igen, úgyhogy sem került be. Itt én azt tudom mondani, hogy szerintem az olasz középpályán, az, az összes középpályás nézve bár erre után tonálni a másik legjobb olasz játékos, én azt gondolom. És hát nyilvánvalóan itt tudjuk, hogy mi az oka, hogy kimaradta az Európa bajnokságról. Fájdalmas egyébként, ilyen futballista nincs ott. Nekem nagyon fáj Dominik Szalánki kimaradása is, aki talán nem tehetett volna ennél többet, mint amit itt ebben az idényben. Ő 2017. novemberben egy brazília elleni felkészülési meccsen úgy játszott az angol válogatottban, hogy egy ilyen Bianco volt. Jó, nagyon ügyes angol játékos, ezért euh, játszom már a válogatottban, mert miért ne? Akkor egyébként ez annyira nem volt indokolt. Most viszont a szezon során a Premier League gollövő listáján a negyedik lett volt versenyben, Watkinszer és Fodennel karöltve, a második legeredményesebb angol kolpár, mert Koll Palmer mögött, ráadásul letámadásban is ezért megvolt a kiemelkedő szerepe. A Bornmuszban neki volt összességében a legnagyobb futó teljesítménye, 18 km-rel több, mint Ryan Christie-nek, aki egyébként letámadásban szintén elementárisat teljesített. Várható gólokban Holland, Salah és Iszák mögött lett a negyedik, 90 percekre lebontva is top 10-es volt a teljesítménye, úgy, hogy 22 évesen állt 63 Premier League meccsel és 4 góllal. Igen. És akkor azt lehetett gondolni, hogy akkor neki vége, és amikor két éve 29 gólt szerzett a Championshipben, már lehetett látni, hogy talán nincsen minden veszve. Ez ugye Szalánki esette megint csak azért érdekes, mert ugye válogatottaknál nem mindig az játszik, aki a legjobb formában van, vagy aki a legjobb játékos, aki az adott keretben legjobban megy. Gondolom, miában ez, szerintem ez így van. A <laughs> <laughs> százgét válogatási elvei azért inkább beesköthetőek, és itt is egy Ivan Tóni az, aki jelenleg ott van a keretben. 1014 játékperc. Jó, Ivan, nem nagyon az utolsó. Azon nem, de én Tóni helyén tudom megnevezni Szalánkit. Február 17-én lőtte az utolsó golyát Tóni. De, de, de Tony ott lesz majd a, a szűkített keretben? Szerintem ott lesz a szűkített keretben, és pont ez az oka annak, hogy Szalánki nem kerül be. Ugye a fizikalitásban, ezért Szalánki és Tony egészen közel állnak egymáshoz, de a játékos profiljuk, amit például labdával csinálnak, az teljesen eltérő. És ha mondjuk arról van szó, hogy Herikén megsérül, mit csinál Herikén? Folyamatosan visszalép a középpálya, elkére a labdát, leosztogatja a területben induló játékosoknak, mondjuk akár egy Jude akár egy Szakának, vagy Anthony és Ivan Tony ezt csinálja a Brentfordban is. Tehát a profilra, te Heriként akarod helyettesíteni, mert valami baj van, akkor Ivan Tony ugyanazt, mint Harryként előbb fogja neked megcsinálni, mint Dominik Szalanki, aki egy teljesen más típusú játékos. Ha ezt az érvrendszert nézem, akkor viszont érthető az, hogy Szalanki miért maradt ki, akinek sokkal jobb szezonja volt, mint Tónak, eleve mert a szezonnak a felét nem hagyta ki szintén eltiltás miatt, meg egy jó visszatérés után nem szürkült bele teljesen a Brentfordnak a játékába. Viszont megint csak, hogyha a csapat működését nézem, akkor Tony valószínűleg ezért is van előrébb Southgate-nál a sorban. Jön a top 5, és nálam például egy olyan játékos szerepel az ötödik helyen, aki ott lett volna az Európa-bajnokságon, de a fránya sérülés, és ráadásul egy olyan meccsen, aminek már nem nagyon volt tétje. Pete is jön egy olasz belsővédővel, védővel, a Cserbivel, Dávid pedig Ben White-ot ben White nevezte itt az ötödik helyre. Én kezdem Scalvinival, Hát ugye ez egy fránya keresztalak alak szakadás, Igen. 20 évesen, miközben akinek nem volt talán annyira szem előtt az Atalantában, az Európa Liga döntőn, abban a második fél időben azért meg kellett, hogy villanjon, ahogy Vircellen például parádéson védekezett. Nagyon-nagyon stabil fizikalitása van, 90 percenként a második legtöbb szerelése volt az Európa Ligában, és hát tényleg itt a elleni megmozdulása élményszámba mentek, hát ez a bepótolt, legeslegutolsó, tényleg az volt ugye a klub szezon utolsó mérkőzése, ez az Atalanta Fiorentina, amelyen egyébként gólt is szerzett, milyen furcsa helyzet, másfél év után a szériában, és hát itt azért tényleg az olasz válogatottban egyébként ugye Lokateriről volt szó, a Cserbire mindjárt átadom a szót, de azért meg lehet nevezni akár Udogit, mint aki esetleg szóba kerülhetett volna, és ezért hát könnyen lehet, hogy bár Koleosóból sem láttunk sokat, de azért ő is elkerülhet majd, mint egy izgalmas fiatal játékos az olasz válogatottba. Na de most akkor menjünk át Cserbivel. Én így gondolkodtam, pont azért, hogy akkor Scalvini vagy a Cserbi, hogy az olasz válogatottnál egy pont ez az, az érdekes, hogy Spallett igazából nem alakult ki egy stabil védelem, ugye. Gyakorlatilag egy tuti, Di az, hogy egyébként a másik négy, három védő, vagy akár négy védő attól függetlenül, hogy attól függen, hogy három vagy kettő belső védővel játszanak, az folyamatosan forgott. És is játszogatott, de ha például megnézzük az olasz válogatottnak az utolsó tétmecsét, ott az Etat folyamatosan ott volt a kezdőben, és vele lehetett volna nagyon könnyen megvalósítani azt, hogy ha kell, akkor három belső védővel játszanak, ugye az Interben is ugye ebben a rendszerben játszik, és ott az, hogy ő folyamatosan fel is lépeget a középpályára, az megint csak egy ilyen hozzáadott érték, ha pedig négy védővel kell játszani, ez a tabban is nagyon szépen megállja a helyét. Az, hogy egyébként Acerbi, Scalvini, egyszerre dölt ki, az nagyjából szerintem el is döntő, hogy az olasz válogatott, ez négy védőzni fog, két belső védővel fognak játszani, viszont hogyha megnézzük, hogy ez a két belső védő így ki lesz, jobb, jobb oldalra valószínűleg Mancini fog bekerülni, akinek a képességéről azért nekem vannak kétségeim, egy nagyon agresszív védő, aki szerintem főleg ebből él, hogy nagyon agresszív, de azért megvannak a korlátai. A Csárbi ennek egyébként pont a, pont a fordítotja. Ugye a bal oldalon pedig ugye Bastoni fog szerepelni, jó eséllyel, aki viszont ebben a négy védős rendszerben jóval kevesebbet fogja tudni csinálni azt, amit az Interbe, hogy nagyon magasan fellépeget a bal oldalon. Persze jó eséllyel három védővel fognak így is építkezni, de azért egy picit más szituáció az, amikor labda nélkül neked egy öt védős rendszerben kell baloldali oldali belső védőként helyezkedned, vagy amikor egy négy védős rendszerben kell baloldali oldali belső védőként helyezkedned, és szerintem ez fog nagyon fájni az olasz válogatottnak, hogy picit a variációs lehetőségeket kivettük ebből a csapatból, az, hogy Szkálvini és Acer és nagyon gyorsan egymás után. Itt ülünk piros ingesek, akik nagyon kedveljük Ben White-ot, de nincs ott a listánkon. <laughs> nincs, David viszont nincs, megmentett nincs, minket. Nincs, nincs, Hát látjátok, én vagyok itt a megmentője az arzanának. De tényleg Ben White, hogyha nem került hozzátok fel, mert egyébként csodás szezon futott, az nem is kérdés. A tudod, nálam Angliából csak egy lehet. Ja, persze. Ez az a ez legjobb, olyan. jobb, jobb hátvédje, hát. <laughs> a, hogy a Premier League-ben így van egy nagyon multifunkciós játékos, és nem csak jobb hátvédként lehet vele egyébként kalkulálni. De te kezdjük ezzel, hogy a, a Saka Ben -White kapcsolat az nagyon-nagyon fontos volt az Arzonába, ezt át lehetett volna ültetni igazából az angol válogatottba, de tudjuk, hogy Walker az első számú választás Gerrit Southgate-nél. ott van még Trent Alexander Arnold, aki középpályást fog játszani, ott van még Trippier, aki bal hátvédet fog játszani, tehát tök simán befért volna igazából, akár második választásnak itt a, jobb jobboldali, belső, védő védőpozícióban. Belső védőposzton nekem nem mondja meg senki, hogy Guéhi, Kanszá, Joe Gomez mint jobb játékosok, mint Ben White egyébként belső nem ne mondják meg? Nekem nehogy már megmondják. Hát azért az Géhi, hogyha egészséges, ezért szerintem hosszú távon akár egy matéria lehet ebben az angol válogatottban, hogy ez konszá, megint szintén azért, mert elképesztő multifunkciós. És, és akkor mégis megmondod. Mégis ja, megmondom. Ezért, ezért ülök Kosta egy az, az, ja, az Aston Villa ja. Sőt, ugye konsza még szintén balhátvért is. Ha Jogomezre is mondasz valamit, akkor kimegyek. Jogomeznek is egy jó szezonja volt. Jó, és tessék, és Igen, és YouTube-ban hát véletlenül. Nálam ezért persze. nincs fent egyébként Ben White, hogy Konszának egy elképesztő jó szezonja volt, és ugye ennek a sebessége is, hogyha mondjuk hol kell helyettesíteni, az egy, ez egy, nagyon fontos, hogy ő is tud akár jobb oldali belső védben alternatíva lenni. Joe Gomez ugyanez, csak ő a védelemnek minden posztján tud például alternatíva lenni, és valaki még ezek közül a játékosok közül is szerintem a végleges angol keretből ki fog maradni. És ugye azt azért tudjuk, hogy Ben White nem azért nincs ott az angol válogatottban mondjuk Gerard Southgate ne tartaná őt elég jó játékosnak ahhoz, hogy ő ott legyen a keretben. Ha ugye volt itt egy konfliktus a 2022-es világbajnokság alattól. Alatt elvileg ugye Southgate segítője Steve Holland tett néhány olyan a vált Ben White felé, amit hát a, az Arzenál a nem vett túl jó néven. Állítólag ez arról szólt, hogy igazából váltott, hogy az edzéseken meg a meccseken kívül nem nagyon érdekli a futball, és ezt a Hollandot kifejezetten zavarta, és ebből volt egy konfliktus közöttük. Vagy miután egyébként White egyébként sem játszotta a világbajnok, akkor inkább azt mondta, hogy ezt nem szeretné vállalni, és inkább hazament, és azóta nem is szeretne az angol válogatottban szerepelni ez egy hülyeség. Tehát, hogy miért kéne, hogy érdekel -e egy játékos bármi mennyi, Mi bármennyire érdekel a foci, nem? Nem, nem, nem. nem? nem, csak hogy az edzéseken jó teljesítmény nyújt, a kiemelkedő teljesítmény úgy, hogy hogy Mikel tehát nem zavar, és az Arzenát nem zavarja, szerintem az angol válogatottban a stáptagokat sem kéne, hogy ez zavarja. Ehelyett Ben White nincs ott a keretben sem, de nálam azért nincs fent a listán, mert a jobb hátvéd vagy jobb oldali belső védő poszton szerintem rengeteg jó alternatívája van az angol válogatottnak a bal oldalon, bal hátét pozícióban, így, hogy nem tudjuk, hogy só mondjuk bevethető lesz-e, egészséges lesz-e felépül -e az Európa-bajnokság, ott sokkal nagyobb kérdőjelek vannak szerintem. És só került volna föl nálam az angol válogatottból, hogyha most arra kiderült volna, hogy ő, ő nem látott az Európa-bajnokságon. Milyen az utolsó, hát balhés pozíció, amiben <laughs> még nincsen közöttünk teljes egyetértés, mert aztán a Hát a dobogó már olyan nagyon-nagyon sok változtatás nem lesz, úgyhogy a negyedik helyezetteket megnézhetjük. Nálam Leon Gorecka itt a negyedik helyi kúszott föl. Dávidnál leszorult a dobogóról, Gavi, és Pitnél pedig Mats Hummels, tehát itt ugye két német, kezdem az enyémmel Goreckával, itt a bohumi Lokál patriótával, aki itt most legutoljára a szülővárosa klubjának a bemaradását drukkolta ki a lelátókon abban az ikonikus bohumi mezben. Ö, ő ugye 57-szeres válogatott, és végül is 30 bajnokin 6 gólja és 7 gól lett a Bundesligában. Az utolsó két és fél hónapban, március elejétől 4 gól, 3 gólpassz, Olyan, mintha. hogy mondjam, cseréltek volna, vagy egymás levetett bőrébe bújtak volna Gündoánnal? Ö, Bármilyen uh, saját magam elleni szentségtörést uh, elkövetve, de én az ő helyén látnám egyébként. Uh, Rávid, mindjárt a, ki fog menni. Gündogan helyén? Uh -huh. Figyelj, magyar válogatott szempontjából, nyugodt. Forma alapján bár, 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 Gündogan, gündogan, gündogan a legjobb játékosa volt szerintem a szezonban a, a Barcelonának. Jó, lehet, hogy ennyire rossz volt a Barcelona, de hogy... Uh, Igen, de, bár, de ebben az április-májusi időszakban is? akkor is jól játszott egyébként Gündogán. Szerintem akkor is jól játszott. Tehát a legtöbb helyzetet ő alakította ki egyébként Gündogán a középpályáról. Tehát, a legtöbb mérkőzésen neki volt, legtöbb játékpercen neki volt, de, de, jó. Szerintem Goreckát, ha be akarom helyezni, akkor a saját csapattársa az, aki kiszorította, Pavlovics, és mégpedig azért, mert hogy más típusú futballista, mint Gorecka. És erre a Gorecka típusú átmenetes futballista szerintem nincs szüksége egyébként a német válogatottnak. Szerintem ő ezért maradt ki ebből a keretből. Az Arzenál bajnokok ligája oda-visszavágós párharcban azért szerintem ö, tényleg eljutott Gorecka itt a, a szezonjában a, a csúcspontra, mert egyébként azt hozzáteszem, hogy ha mondjuk márciusig kellett volna venni, akkor szóba se kerülhetett volna Gorecka, nálam sem. A... Egyébként Julián van is maga taktikai összeférhetetlenséggel magyarázta és ez a Teljes te igazság, én is azt láttam, hogy Goreckának ebben a német válogatottban jelenleg nincsen egyértelmű szerepköre. A ja, Bayern Münchenben, amikor már Gorácska egy jó teljesítmény nyújtott tavasszal, mit kellett neki csinálni? A középpályán kezdett, de folyamatosan a bal hátét pozícióra húzódott vissza. Egy baj van, van egy úgynevezett Tony Cross, ebben a német válogatottban, aki ezt ugyanúgy el tudja játszani. Ugye a másik belső középpályás poszton ott lesz Andrik, aki inkább egy védekező típusú játékos, ez sem feltétlenül Gorecka, ugye láttuk őt is ilyen egyedüli hatosként játszani, azt szerintem neki soha nem állt jól, mert ő inkább azt szereti szerintem, hogyha vagy előtte van a pálya, és nincsen rajta sok nyomás, vagy pedig szabadon lépkedhet fel a támadó harmadba, és érkezhet meg a 16 belőle. Szóval ezek igazából pont ki vannak lőven nála. Ez a, a gündagános kérdés is, Gündagánnak a kreativitása itt ezen a tízes poszton, azt szerintem sokkal fontosabb, is az is, hogy ő mélyre is vissza tud lépni, el tudja kérni a labdákat, előre tudja juttatni a labdákat, és ott meg van alternatíva. Ugye Brandnál beszéltük ezt, hogy oké, okay, nagyon jó szezonja volt, de hát hogyha kell, akkor a tízes posztra be lehet tolni Vircet, be lehet tolni Muzialát, mert akkor be lehet rakni a szélre zánét, vagy Fűriket. Nagyon sok az a alternatíva, Goreckának pedig nincs egy olyan posztja a szerepkör ebben a német válogatóban azt mondod, hogy igen, őt rakom be vagy első számú játékosnak, vagy első számú cserének, mert mindenhol van egy konkrét másik ember, aki azt a feladatot jobban el tudja látni. Egyébként Pavlovics hozzátéve, hogy a szezonja alapján maximálisan megérdemelte, hogy ott legyen, de akkor Gavi, Miért csúszott le? De várj, de Hummels, vagy nem beszélünk, ha már a német válogatottnál. Jó, a... akkor menjünk Hummelszel. Na, bocs, hogy itt na, a esküszöm beszélünk Gáviról, Na, Gáviról na, no, mert... nagyon akarunk beszélni. Igen. Hummels, ugye Hummels azt mondta magáról, hogy hát, ha neki kéne eldönteni, hogy benne voltam -e mondjuk az öt legjobb német ebben a szezonban, akkor azt állítaná magáról, hogy igen, de ugye 35 éves játékosról beszélünk, akinek azért a BL-ben kiemelkedő teljesítménye volt. Ez szerintem nem szabad eltitkolni, a BL szezonban egyetlen játékos sem volt, akinek több sikeres szerelése lett volna nála, és több megelőző szerelése lett volna nála. Ugye ez egyrészt rossz, rossz szerint, hogy a Dortmundnak nagyon-nagyon sokat kellett védekeznie, de hát hogyha megnézzük azokat a mérkőzéseket, akkor az, hogy Hummels az utolsó pillanatban a helyezkedésével, a szerelésével, tényleg a blokkolásával mennyit tudott emelni azon, hogy a Dortmund ott tudott maradni végig a bajnokok ligájába, az egy igazi klasszis védő teljesítmény volt. És ilyen, akik bekerültek, akár Antonról, hogyha beszélünk, akár tárról, aki valószínűleg kezdő lesz Rüdiger mellett, mindegyikre azt tudom mondani, hogy nagyon jó szezonjuk volt, csak pont egy, egy tornán, egy válogatott tornán, ahol a tapasztalat megint csak nagyon fontos, és a BL-ben láthattuk, hogy egy egyenes rendszerben Hummelsnek a teljesítmény mennyire fontos tud lenni, és én nem beszéltem arról, hogy labdával hozzáadott értéke, neki szintén nagyon magas. Az, hogy a keretbe se férd be, az nekem picit furcsa, én sem biztos, hogy kezdőben laktam volna, de az, hogy egyáltalán nem számít rá Julian Nagelsz van különböző okok miatt, az, az lehet, hogy egy picit túlzás. Anton helyén gondolnád? 5 -5. E, Anton, de hát Antonnak is nagyon jó századnya volt a Stuttgartban, és neki is akár a labdás képességei szintén kiemelkedőek, de lehet, hogy az a rutin picit most elfért volna még ott a német védelembe. Gavi, nagyon fáj ez az egész nekem egyébként, és nekem megvan ez a, ez a pillanat egyébként, ez ugye, ugye mikor sérült meg Gavi, 2023, most puskázok a dátumon, november 19. 19. Egy Georgia elleni teljesen tét nélküli mérkőzésen, már olyan szempontból, hogy ott mindegy volt, hogy nyere a spanyol válogatott döntetlen játszik, vagy kikap, biztos, hogy, hogy ott lesznek az elbén csoport elsőként. És akkor egy kereszt szakadás. Az szóval, hogy a Barcelonának a szezonjára mennyire nyomta rá ez a, ez a bélyeget, de Gavi valószínűleg a spanyol válogatottban első számú kezdő lett volna egyébként 8-as pozícióban. És valószínűleg úgy nézett volna ki a középpálya, hogy Pedri, Gavi és, és Rodri. Ez a hármas játszott volna a középpályán, és ezzel szemben ugye, hát így, hogy kimarad, ez azért óriási fájdalom volt a Barcelonának az egész szezon, és lehet egyébként a spanyol válogatottnak is a középpályán, mert hogy nem nagyon van olyan profil, mint ami mint amit Gavi képvisel a spanyol válogatottban. És akkor nem árulunk el nagy titkot, és megnézhetjük a harmadik helyezetteket, hogy, hogy mi is nagyon fájlaljuk. És Sőt, szinte tökéletes összhang volt egyébként a dobogónkom. Dávid volt, aki itt bezavart egy Reese james és majd mindjárt elmondhatja, hogy miért tette Gavi elé de nálunk, ahogy láthatjuk, Pittel ott van a harmadik helyen. Nekünk jobban hiányzik ezek szerint, Gavi, é, mint Dávidnak hiányzik. Ja, a... szurkolónak, miért is hiányozna Gavi? Nekem az jó, hogyha Barcelona játékosok egyébként, tehát a spanyol válogatott minél vessen ki, az lb n a spanyol játékosok, akik a, vagy az Barcelona összes játékos, nagyon keveset játszol az lb n mindenki kessenek ki a francba, hogy minél frissebbek legyenek a klub szezonra. Egyébként ugye Gavi, ráad, tényleg ez a nagyon fontos, hogy ez a hármas, pontosan nagyon jó profilokból állt van a Rodrival, a Pedrivel, Gávival. Ugye Gávi és Pedri nagyon eltérő típusú játékosok. Pedri ez az igazi szervező, játékmester, kreatív játékos, ez Gáviban is megvan, de neki viszont a labda nélküli intenzitása a letámadásban az kiemelkedő, folyamatosan támadja például ugye a közép hátvéd és szélső hátvédek közötti területet, meg tud érkezni a 16-oson belőle, és pont ez a kontraszt közte és Pedri között az nagyon jól tudott működni, mind a Barcelonában, mind pedig a spanyol válogatottban, mögöttük Rodrival pláne most igazából az a spanyol válogatott baj, hogy lehet, hogy egyik játékos sem lesz ott. Ugye tudjuk, hogy kell a szakadás miatt kiadja az egész elbét, de hát Pedri is, ahogy játszogatott, vagy hol játszott, hol nem játszott tavasszal a Barcelonában, az ő egészségügyi állapota, és hát eléggé bizonytalan rendszer. Hát Szoba került ugye ez az olimpia és nagy torna. Hát Pedri tulajdonképpen összönjük még mindig ez görgeti. Köszönjük szépen a spanyol és mondjuk úgy áll fel a Rodri, Fabián Ruiz is, és, és Dani már kevésbé érzem azt a balanszot, mint mondjuk érezném hogy Rodri, Pedri, Gavi hármasrott a spanyol válogatottnak a középpályáján. Itt ugye a spanyol keretben Mikel Merino az, aki nagyjából hasonló labda nélkül, mint, 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 Gavi, viszont labdával közel sem olyan jó. Most a labdával lehet, hogy Fabián Ruiz azt, tudja ugyanazt egyébként hozni, csak labda nélkül meg nem, és ezért nagyon hiányozhat a spanyol válogatott keretből. Daniel Olmó pedig egy, egy támadó középpályás, tehát nem Igen. ez az átmenet, amit mondjuk Pedri tudna rakni, vagy amit Gavi tudna belerakni ebbe a csapatba, úgyhogy ez a nagy hármas, ez most megbomlott itt a spanyoloknál, és szerintem ez nagyon fog ilyen kihányozni. Rész James, biztos, hogy fáj a szívünk, amúgy, mert azért ennyi sérülés után már nála is nagyon nagy kérdés, hogy ő hogy tér vissza. Dávid, egészen hát, a harmadik. Na, ez, ez abszolút. Rész James szerintem a világ egyik legjobb jobb hátvédje. Én ezt, ezt, gondolom róla, rettenetesen botrányosan rossz szezonja volt. Egyébként szóval megértem, hogy miért maradt ki a, a keret érdetés után. De hogyha az a, az a, témánk, hogy ki a tíz legjobb játékos, aki kihagyja az elbét, akkor szerintem ezért ott kell lennie. Ugye összesen öt meccsen tudott kezdeni ebben a szezonban. Öt meccsen, és itt a sérülések után, mikor visszatért, akkor még sikerült magát egy Brighton eli meccsen, egy nagyon buta szituációban ki is állítani, hogy ott, ott, vége is legyen igazából a, a, a szezonjának. Tehát, hogy esélyt sem adott magának, hogy esetleg meg tudja mutatni, hogy, hogy mennyire jó futballista. Tehát, ha pusztán az alapképességekről beszélünk, akkor azt tudom mondani, hogy Reece James az egyik legjobb a világon a saját pozícióján. Reece James, hogyha kell, akkor tud Felfutó jobb hátvédet játszani, ha kell, akkor tud. Harmadik belső igen. Akkor most kimegyünk addig, ameddig pításra, igen, igen, igen. Hogyha kell, akkor tud. Befelé mozgó középpályást játszani, hogyha kell, akkor tud bent játszani a támadó harmadban, és így miközben, ha egészséges, akkor az ő szövessége, fizikalitása, az tényleg leginkább Walkerhez mérhető, nem azon a szinten, de profilra talán el hozzá ilyen szempontból a legközelebb. Hogyha ennyit nézünk, akkor az a hiánya az tényleg ezen az Európa bajnokságon elképesztően fájó. És nagyon fontos szerintem, hogy hogyan értékelünk egy játékos, mi alapján lesz valaki nagyon jó játékos. Mindezt, amit felsoroltam, Reece James elképesztő magas szinten tudja. Csak mi a legfontosabb képesség egy játékosnál, mitől lesz valaki nagyon jó játékos, az, hogy folyamatosan ott tud lenni a pályán a legjobb játékosok azért a legjobb játékosok, mert mindig ott vannak a pályán, és lehet rájuk számítani. És Rhys Jamesnek nem az az egyetlen szezonja, amikor sír ismét rengeteget hagyott ki. Most kifejezetten sokat, de hát korábban is volt, hogy hónapokig nem lehetett rá számítani, és épp ezért akár az angol válogatott és Gerett Southgate egyszer nem tud vele számolni, nem tud vele tervezni a jövőre, hogy oké, okay, James itt van, és akkor ő mindig itt lesz az angol válogatott keretében. A másik, ami miatt nálam, hogy a listára sem került fel, pedig az egyéni képessége alapján Abszolút ott Abszolut. kellett volna, hogy legyen, hogy jobb hátvéd posztra, megint csak egy elképesztő mélysége van az angol válogatottnak. Hát lásd, Dávid felrakott még egy jobb hátvédet a saját színes listájára az angol válogatottból. Hát Reese James Jamesnek drukkolunk egyáltalán, hogy tényleg egészséges tudjon maradni hosszú távon, mert nála ez lesz a kulcsa annak, hogy hogy látjuk viszont a pályám. Hát a második helyezettet is viszont kell majd látnunk a pályán, mert hogy itt a cross visszavonulásba puszilgató játékos volt az utóbbi napokban David Alaba, 105 ös osztrák válogatott és csapatkapitány, és teljes konszenzusban állítjuk, hogy a második legjobb játékos, aki kihagyja a tornát. És aki nagyon fog hiányozni Na, a csapatában. Nagyon. az a minden szempontrendszert kielégít. A bayern és a Real Madriddal is most már megnyerte az összes begyűjthető trófeát, amire ő és Toni Kroos voltak képesek. És hát itt szintén egy keresztalak szakadás miatt 2024-ben még egyáltalán nem játszhatott. Még tavaly, amikor a németek ellen volt egy felkészülési meccse az osztrák válogatottnak, és a védelem közepén volt akkor bevethető, nyolc kísérletre és három kaput eltaláló és kárhoztatta <laughs> a németeket, és hát pos meg Vöber, ah, akik ott azt a posztot eljátszhatják. csak, hogy Postnak is nagyon jó szezonja volt a Bolanyában, tehát ő is egy hihetetlen univerzális játékos, de hát David Alaba meg, meg is és megint csak nagyon sok dologban világklassz, és hogyha kell, akkor még a középpályára is fel tudott tolni, a passzjátéka miatt, a progresszív játéka miatt, a védekezésben is kiemelkedő, pontrúgásokban is kiemelkedő, és mindezt az ő hiányával kiveszed ebből az osztrák csapatból, és megint csak, hogyha az angol válogatottból vagy a francia válogatottból hiányzik egy világklasszis játékos, akkor azt mondhatod, hogy hát nagyon szomorú, de hát azért vannak még ott egy páran. Az osztrák válogatottban nagyon jó játékosok vannak, Bundesliga játékosok, nagyon jól teljesítő Bundesliga játékosok, de is az osztrák válogatottnak nincsen még egy David Alabán kívül. Abszolút, ez olyan, mint nekünk Szabaszlai Dominik nem lehetne ott az Európa bajnokságban. És ezt már láttuk például <laughs> legutóbb, hogy az í így milyen... van. nem volt olyan rossz, nem de volt de volna, ott van. Így, így van. Ugye a Vira ellenen sérült meg még decemberben, és ugyan a BL döntőre nevezték a, a, a keretbe, de hát azt hiszem nem inkább egy jelképes persze. nevezés volt, tehát hogy várható volt, hogy a sérülés miatt ki fogja hagyni az Európa bajnokságot. Nem sérülés miatt hagyja ki az Európa bajnokságot az a játékos, akit szintén Egyöntetűen az első helyre tettünk a listánkon. Nem nagyon férhet kétség ahhoz, hogy Tibo kurto a legjobb játékos, aki kihagyja ezt az Európa bajnokságot. Ó, egyébként az, az, ő visszatérése az valami egy készen szenzációs volt, ugye ő is még a szezon alatt megsérült, majd a, a sérüléséből visszajövett, a sérülés. Nem kiadhatta volna a sérülés miatt is az európai bajnokságot, de nem. De nem, de ő, de ő, visszatért, és itt az utolsó néhány bajnoki mérkőzésen játszott, meg itt a, a BL döntőben is ugye ő védett. Ugye egyetlen egy meccs volt még itt a, FIA elleni találkozó a Real Madridnak, amikor még visszadobta Kárlán Csillati hogy nézzük meg, hogy mi lesz az a meccs lett 4-4 egyébként, amikor Szörlott rúgott egy pár gólt a, a, a Real Madridnak. 422 percet játszott összesen a, a, szezon végén, ugye ebben a BL döntő is benne van, nulla. Nulla kapott gól, 18 lövés érkezett a kapujára, minden lövésnek az XG-t összeadva, ez posztot xg tekintve 3,9, tehát gyakorlatilag 4 góltól mentette meg a, a Real Madridot. Persze pici a minta, de azért az látszik, hogy, óriási minőségű zicsereket szeret ki nagyon-nagyon sok mérkőzésen, és nyugodtan mondhatjuk, hogy itt azért a BL döntőben az első fél évben azért kiszeret jó néhány Dortmund lövést is, igen. De akkor miért nincs ott? Miért nincs ott? A a desz, egy te Domenico, és te a kapus között elmérgesedett egy, hát egy balhé, tavaly júniusban volt egy Ausztria elleni ebés elejtező, amely után elhagyta a csapatot, és Tedesco a médiának mesélt arról, hogy a kapus akkor megsértődött, innentől pedig akkor elkezdődött az üzengetés, volt itt Pinokiór, ugye Kurtoá részéről, ami az egy nagyon jó kiinduló pont, amikor lehazugozod a szövetségi kapitányodat, és Tedesco meg úgy nyilatkozott, hogy mindent megpróbált. Valószínűleg minden információ birtokában nem vagyunk, azért Kurtoá problémás egy alak, e, tud lenni. Hát örök, örök tagadásban van, azt azért tegyük hozzá. Tehát Kurtoának az egója nem tudja benyelni azt, hogy hogy nem ő a legjobb, hogy esetleg ő hibázik, hanem hanem tehát mindig más valaki a hibás. Egyébként ezt Magyarországon jó is meg, de mindegy, szóval mindig más valaki a hibás, nem Kurtoá ne, sosem. De arról senkit nem kell meggyőznünk, hogy Tibó jelenleg is a világ egyik legjobb kapusa, és hogy egy ilyen játékos, hogyha hiányzik az Európa bajnokságról, szerintem mindenkinek fáj. Na de mennyire fáj ez a belga válogatottnak, mm -hmm. mert hogy kik a helyettesei, kik vannak ott jelenleg? A Ó, mondok én hozzá nagyon érdekes dolgokat aj, is. Aj, aj, aj. Hogy ott van nekünk Matt Sells, aki, aki, valószínűleg a... kezdeni fog. Aki valószínűleg kezdeni fog, és hát a szezonnak az első felét a Strasbourgban töltötte, ott is szia ezt az úgynevezett Porsche XG mutatót, tehát hogy hány góllal kapott többet a csapata, vagy hány góltól mentette a kapus a csapatát, ahhoz képest. A megmentésnél a... nincsen szó. Hogy a lőnés, a minőségi ehhez képest ez mennyire sikerült megvalósítani? Ugye kettővel kapott több volt a Strasbourgban, mint az várató lett volna a lövések minősége És alapján. akkor jött Nottinghambe. 7,8-szal. Ilyen szezon alatt sikerült. 16 bajnokin. Ez egészen brutális teljesítmény. Hozzátéve, hogy Nottinghambe költöző kapusoknál, tehát hogy ott, hogyha összeszámoljuk hogy a három nem. kapust, aki, aki védett ott vláhodi most, és aztán szerzt, hát vagy 20 gólt tudtak így összességében besöpörni a sarokban. Arról beszélünk, rajtukul. hogy Sels, ez valószínűleg akkor a kezdő kapus, pedig akik ott vannak mögöttük, nekik sincs igazából nagyon jó idényük, hogy a ugye, ugye mínusz 0,6-os Porsche XG-vel zárt, ami így nem hát az, az, aki az EB alatt csapat nélkül maradhat, mert ugye Wolfsburgban lejár a szerződése, és már biztos, hogy nem hosszabbít. És ott van még Kaminski, aki ugye mínusz 3,4 ezáltal a van hogy megint egy nem túl jó teljesítmény. Neki egyébként az ősze sokkal jobban sikerült, mint a tavasz, de látjuk, hogy a Castells-nek és Kaminskinek, hogyha egyébként az egész pályafutását nézzük meg, amióta ezeket az adatokat kifejezetten mérik, az alapján például Kastilsz plusz 2,7-ben, Kaminski plusz 1,6-ban van, tehát igazából ugye mindig nagy a fluktuáció ebben a kapusok esetében. Rájuk mondhatjuk, hogy mondjuk átlagos kapus teljesítményt nyújtanak a pályafutásoknak a jelentős részében de Szelsznek meg valami egészen botrányos szezonja volt. És hát. hozzájuk, hozzájuk hasonlítjuk Kurtoát, és hogy helyette fog a három kapus közül valaki valószínűleg Szelsz védeni, hát az valami egészen botrányos minőségbeli visszaesés. Még Szelsz az annyit hadd tegyek hozzá, hogy ugye öt télen igazolták, aminek köszönhetően még pontot is mondtak le egyébként a Nátingertől. Tehát, hogy nem csak, hogy rosszabbul védett, mint előtte a nagyon rosszul védő kapusok, de még miatt egy négy ponttal is búcsúzott a Nátingert. 2022-es és 2024-es BL döntőn kurta egyáltalán nem kapott gólt, és hogyha már itt szóba került, akkor 3,4-es XG-től annyi, he, annyit termelt helyzettől mentette meg ugye a Real Madridot ebben a két bajnokok ligája döntőben. 102-szeres válogatott úgy, hogy ennek a három általunk megemlegetett kapusnak összesen 17 válogatottság jutott mm. ebben az időszakban. mint három 30 feletti kapus. Igen, szintén igen. Úgyis, szerintem itt lesz az, hogy nem fogunk összevesztő kikerülni. Én meggyőzhető a vagyok Gáviról, srácok. Tehát, ha engem meg győzni, ha engem meg arról győzni, hogy legyen Gávi a harmad, én meggyőzhető vagyok. Én jó fej, srácok. Ugye, te Gávit a negyedik abszolat. helyre raktad. Igen. Tehát igen. mi meg a harmadik helyre, úgyhogy szerintem ez a kurtó Alaba, Gávi hármas az úgy adja magát, mint a három olyan játékos, a legjobb játékos, vagy legjobban a legjobban hiányzó játékos erről az Európa-bajnokságról, és akkor itt a szempontrendszerenk itt a top 3 azok szerintem egészen szépen összefutottak. Ilyen. Rengeteg nevet végigvettünk. A top 3-ban szerintem egész egyszerűen nem lehet, nem volt vita. Azért ettől függetlenül persze ti is írjátok meg, hogy a top 10-es listát mi alapjára raknátok össze. Adott esetben az alapján, hogy egy játékos már mi az, amin túl van, és mit tudna hozni, vagy mi az, amit a közelmúltban teljesített, és hozzá tudna tenni az éppen adott válogatottja játékához. Úgyhogy várjuk szépen a top 10-es listákat, és természetesen várjuk már az Európa Bajnokságot is, mert hogy jövő héten már lesz sima esélyesők műsorunk is, és hát jövő héten pénteken pedig kezdődik az Európa Bajnokság, amikor sípszó utánnal esélyesőkkel, jelentkezünk folyamatosan, úgyhogy ezért érdemes követni mindannyiunkat, illetve feliratkozni a YouTube csatornánkra is. Úgyhogy sokszor fogunk találkozni, sziasztok! Sziasztok!